Edzőmeccsek is tud bosszantó lenni egy vereség, meg akkor is, hogyha a játék azért helye közelebben volt. Természetesen, hiszen sportemberek vagyunk, minden mérkőzést szeretnénk megnyerni, de bármilyen furcsa lesz, amit mondok, lehet, hogy ez a mérkőzés többet ért, mint egy gyengébb ellenfél ellen való győzelem. Nagyon jó ellenfél ellen játszottunk, és tényleg egy olyan nemzetközi meccset, amin tudtunk újra fejlődni egy kicsit. Az eredmény sajnos nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna. Talán egy picit igazságtalan is, de a futball ilyen. Szerencsére ezért még nem adnak pontokat. Úgyhogy ez is rendkívül jól szolgálta a felkészülésünket, ami a Debrecen elleni első mérkőzésre kell majd nekünk. Voltak játékosok, akik új pozícióban játszottak, megcseréltek bizonyos szerepköröket, tehát továbbra is azért megy egyfajta kísérletezés, ugye? Természetesen ezt a múltkor is említettem, hogy mi minden edzőmérkőzést eszköznek tekintünk. Az nagyon-nagyon jó, hogy rendkívül jó körülmények között tudunk készülni, és tényleg jó ellenfelek ellen tudunk pályára lépni. Ez még egyszer mondom, nagyon sokban segíti a felkészülésünket a bajnokságra. Nagyszerűen játszottak a srácok, továbbra is úgy gondolom, hogy az eredmény azért az nem tükrözi vissza a játék képét. A mérkőzés alapján nekünk voltak nagyobb lehetőségeink is több. Talán az ellenfélnek ez az egyetlen egy kaput eltaláló lövése volt, de még egyszer mondom, ez a mai mérkőzésen másodlagos. A bajnokságban fog majd igazán számítani az eredmény. Rendkívül sokat fejlődtünk mi is, bár egy kicsit fáradtabban mozogtunk az első mérkőzésen. Most már látszott, hogy a srácok sokkal frissebbek voltak, aklimatizálódtak egy kicsit, azért van egy 2 órás időeltolódás, még ha nem is sok, de ezt is meg kellett szokni. Ma már sokkal több labdát nyertünk, rendkívül sok párharc volt, és abból is nagyon sokszor győztesen kerültünk ki. Talán ami egy pici hiányérzet, hogy a helyzeteinkből lehetett volna gólt szerezni. Egy kicsit a szerencsével is hadilában álltunk, hiszen kapufát is szeretünk, centiméterekkel került el a kaput a lövésünk, de rengeteg pozitívum volt ebben a mai mérkőzésben. Mivel edzőtábor vagyunk, tehát szabad napunk nincsen, csak egy kicsit gyengébb edzés, de ami még fontos, hogy lesz egy újabb edzőmérkőzés majd pénteken, és addig minden nap, ahogy említettem, edzeni fogunk, holnap egyet, holnap után 2-t, és pénteki nap következik az újabb edzőmérkőzés, és szombaton pedig a hazautazás.